mindenkinek, sőt, maradjanak velünk, nem csak jó estét, mert két gyönyörű hölgy és két gyönyörű férfi van itt velünk. Itt van velünk Tatár Csilla. Frissen ropogósan Prágából Argitai Bea, Szécsi Zoli és Lakatos Márk. Ugye? Hogy... Szeretek ide járni. Nem, most jó ránk nézni, ezt érzem. Nem miattam én most egy picit szerényem. Ránk is jó nézni. Köszönöm, tényleg. Egyszerűen szépek vagyunk, nem muszáj beszélgetnünk. De... No de, kezdjük el. Hát ugye mindig, amikor a Csillával idén összejöttünk, mármint így műsorilag. Idén mindig. Akkor ő minden alkalommal jelezte, hogy mennyire retteg ugye az idén bekövetkező 40. születésnapjától. Hanyadszor. És... Hogy hanyadszor a retteg minden nap. Nem, hanyadszor lesz 40? Mert van, aki többször ünnepli. Egyébként megoldottam egyébként a nem rettegésemet, és egy kicsit rá is jöttem, hogy csinált, hogyha rettegsz. Hogy nem akkor fogom megünnepelni, amikor 40 leszek, mert az olyan, mint a szilveszter, hogy tudod, így rákészülsz, és akkor tuti, hogy szar lesz, mert úgy mindenki elvárt tőled valamit, hanem május 8-ára, amikor még 39 vagyok, mert 27-én leszek 40, a nagymamámnak a szülinapján fogom megünnepelni a 40-et, amikor még 39 vagyok, és május 27-én csak úgy rácsúszok, hogy fölkelek, az úgy semmi. És így és átom, magad. Igen. És akkor 8-án, 39 évesen, nagy rémisztő? Nem. Csak ezt egyedül második Erzsébet angol királynő merte megcsinálni. Ez a két születésnapot. Logikai bukfenc. Szóval, hogy május 8-án, 39 évesen megünneplem a 40. szülnapomat, és akkor leteszem a stresszt. Jó. De? Na de várjál! Erre mondják, hogy előre iszunk a medve bőrére, nem? Tényleg, és milyen akkora bármi van? Ha meghalom? Hát most nem tök mindegy, akkor legalább megünnepelted. Akkor visszajár az ajándék. Na de, itt van a mi Beánk is, aki hasonló rettegésben él, nem és egy hónappal előtte. Ez nem igaz. Egy hónappal előtte tölti be. Ez nem igaz. Nem igaz. De egy hónappal előtte, április 25-én, igen. Az a névnapom. De jó neked! Ünnepeltünk. Milyen szép nap. De Bea, ezek szerint te nem rettegsz úgy, mint Csilla. Hát, most már fölstufolt az öltözőbe, úgyhogy már szétidegelt. De mit mondod, hogy ráncaid vannak, hogy mi? Azért nem akarok magamnak rosszat, ilyet ki nem ejtenék a számot, szeretem az életem. Milyen ráncot? Én nagyon komoly összegeket költök, hogy ne legyenek ráncok. Milyen ráncok? Ráncokról nem beszél. Gyerekek, mi azért vagyunk itt, hogy mi ugye már itt túl vagyunk a 40-en, hogy kicsoda? Szeretnénk egy ilyen... Mi együtt? Mi ketten együtt. Te 20 meg, én 24-ben. Próbáljatok ti is segíteni, jó? Jó. Egy terápiát tartanánk. Nem lesz baj! Bea néni! Nem lesz baj. Egy közös terápiát folytatunk most le. Képzeljétek el, hogy mi megnéztünk magazinokat, életmód magazinokat, és rengeteg tanácsot kaptok ti 40 felettiek. És ezeken menjünk végig, és mi 40 felettiek is egy picit szóljunk bele, hogy ezeket így nagyjából tartjuk-e vagy sem. Jó. Tehát ez három csoportra osztható, amit itt tanácsolnak. Egyrészt, hogy mit kell birtokolnod 40 éves korodra. Tehát gyűrűket mutassad? Mi kell, hogy már meglegyen, akkor akiktől, személyektől meg kell szabadulnod 40 éves korodig. Az már megvolt, már 20 éve. És amiktől, tehát tárgyaktól, amitől meg kell szabadulni. Meg kell szabadulni? Igen. Jó. Nézzük először azt, hogy 40 éves korodig meg kell, hogy legyen neked egy sarok a lakásban, ami csak a tiéd. Tehát ez ugye, ahová elvonulhatsz. Mi van a körházban? Az egész ház az enyém. És az egész ház az enyém. Értelmezheted így is. Jó, akkor én így vagy sarok. Mi van akkor, hogyha sarokház? De ez egy ilyen illusztrálva volt, egy ilyen kis fotellel, egy kedves kis pléd, egy párna, leülsz. Több ilyen van. Jó, de az, amikor igen, tényleg csak az te vagy, az a tiéd, csak ott, és ott csak, megvan, csak. Neked is megvan? Ennál ugye érzékeny pont ez szintén, hiszen építkezünk, és a 40. szülinapomat a házunkban akartam, ünnepelni. Nem fogom, de ott lesz. Ott lesz igen. Sarok. Zoli, neked megvan a te sarkod, ahol... Nekem kifejezetten sarok, tehát az iroda, székem, fotelocskám, és akkor a gép, meg körülött a mindenféle mappa, meg mögöttem még a feldolgozatlan iratok, az az enyém.
De abban érzed komfortosan magad. Igen, én nekem ott megy az agyam. Aha, jó. Kreatív úr? Én sarok az egészre. Akkor menjünk tovább. Egy tökéletes recept. Tehát az a kaja, amit gyorsan és könnyedén el tudsz készíteni, amivel bárkit le tudsz nyűgözni. Nekem, ha úgy lehet. Na. Több is. Sok. Én remélem, nagyon jó házi. De melyik a tuti? Igen, az a tuti. Mert az, hogy te egy csirkepaprikást főzöl, már reggel elkezded, és akkor nokedlit szaggatsz, és megjön David este, vagy az egy hosszú folyamat. Vagy főzöm a húslevest, 48 óráig főzöm a húslevest. De nem erről beszélek, hanem az, ami egy fél óra benyúlsz a szekrénybe, mindig jól sikerül, mindig örülnek neki, a te tuti recepted, az megvan? És csak fél óra lehet, tehát egy ilyen gyors. Hát igen, gyors, igen. Na, nekem olyan van, mert az rendszeresen. Nekem ez a receptem a vörös lencse, konnyal és paradicsommal, és jó sok babérlevéllel főzelék, vörös lencse főzelék. Egyébként ez ilyen vegán módon szoktam. És 20 perc alatt van meg konkrétan, és még nem tudtam olyan embert leültetni az asztalhoz, húsevőket se, akinek ne ízlett volna. Ha mondjuk az apámék jönnek, akik nagyon szeretik a húst, akkor mondjuk húsleves alaplével öntöm föl, és akkor nagyon finom zamata van. Ha pedig vegánok jönnek, akkor zöldség alaplével. És az nekem mindig van a hűtőben, tehát alapleveim mindig vannak. És van, hogy jönnek vegánok, tehát bejön egy vegán csoport, akkor izé. De ez tök jó, mert akkor annál a résznél kettészedem, és az egyiket azzal öntöm fel, a másikat azzal, úgyhogy... Jó, hát nem lehet megfogni, nem. Beáll neked a... Hát ilyen gyorsak, nekem mindig van a mélyhűtőben az alaplé, meg bolonyai szósz, és abból bármit tudok csinálni. Tehát a bolonyai szósz te csináltad, vagy Ankőben? Azt én csináltam, és körülbelül olyan 4 óráig főzöm a bolonyai szósz, wow. Tehát az ilyen nagyon komolyan technikailag az össze van rakva, hogy olyan az ízek olyan legyen, és én ezt mindig több adagban lefagyasztom, hogy ezt ki tudjam kapni, és abból sok mindent tudok csinálni, egy lazanyát, ugye bolonyai, akármilyen tésztát, tehát azzal sok mindent tudok csinálni, de azt, amit így gyorsan, hogyha jönnek vendégek, hát én nem tudom, én nekem olyan receptjeim van, ami sok idő. Igen, ezt gondolom, is rólad. Igen, nekem az ilyen sok idő, de ezért vannak például ezek lefogyasztva, hogy az csak ki tudjam kapkodni. Amíg fő két napig a húsleves, azért valamit lehessen. Nem, Márta, szóval, hogy te baromi jól főzöl. Zoli, neked mi az? Biztos tudsz valami? Vagy pizza, vagy steak, vagy valami? A steak az bármi, nem kell ahhoz 30 perc, az 6 perc kb. Nekem egy klasszikus paradicsomos tészta, tehát az, amit gyorsan meg tudok csinálni. De azt úgy profin, vagy ilyen, mint ahogy én gyerekkoromban ketchuppal és trapistával? Nem, tehát az rendes darabolt paradicsomból, persze. Ja. Jó, akarsz beszélni? Gasztró király? Hát, mint a risotto, az egy tökéletes, az 18 perc alatt kész van. Az egy nagy az 18 perc kavar. Igen, hogyha van otthon alapleveddel rakva, hogyha van parmezánt, pici vajz, akkor az a legjobb igaz. Kaja. Igen. És van mindig risotto rizs, az is mindig igen. Van. Nincs olyan nekem otthon, ami ne lenne. Tehát én mindig bármilyen kaját, bármikor el tudok készíteni. Na, akkor a tökéletes vörös rúzs. Minden nőnek megvan a tökéletes szín, csak még lehet, hogy nem találta meg. Igen, Ruby Woo. Ki az a Ruby Woo? Mi az a? Ez a színnek a neve? Ez a fantázia neve. Ez a kis barna, mahagónis. Piros. Nem, a vörös. Nem azt mondtad, hogy vörös. Most nem a legjobb van rajta. Hát még olyan színe van, mint a gitáromnak. De most nem ezt vettem. Hát akkor neked egy Ruby Woo gitárod. Nem, mahagóni. Piros szín. A tökéletes a fedőlapja kokobóló és a háta mahagóni. Na, tessék, te is tudod. Most várjál, most te szereted a saját bőrödet hordani saját magadon? Szeretem a saját bőrömet, és egyébként régen, mielőtt a mostani férjemet megismertem, előtte nagyon sokszor használtam piros húst állandóan, és ő annyira utálta, hogy... Tényleg? Gyűl, azt mondta, hogy ő, ha meglátja a piros húst egy nőn, akkor azt érzi, hogy akarom, tehát ilyen akarnok érzése lesz tőle. Már hogy neki, vagy hogy a nő sugározza? A nő, hogy ilyen nagyon akarnoki státuszba teszi a piros rúzs a nőt számára, és akkor... Ennek a tónusnak mi a neve? Hát ez valami pink... Rose, Pink nem Beauty tudom. Tehát, Rose. A femme fatale, ez meg valami cukimuki, nem tudom. De egyébként a tiétek az hasonlít most a kettő egymásra. Igen. Hát persze. Te is attól még azért néha fölteszed a vörös húst, hogy tudja, igen, hogy most akarsz valamit? Igen, korálosan. Megvannak. Másképpen üzenem. Jó, Rúzsilag Zolit nem kérdezem, Márkot viszont persze. Én imádom a piros sárkányokat. Főleg a szőkéhez a nagyon. Csak én nem tudom eldönteni soha, hogy mit mondjak, hogy Ferrari pirosat vagy Zsiguli pirosat. Igen,
ez mert mind a kettő hasonlít. Abszolút egyébként, igen. Na jó, hangulat emelő lejátszási listák, ez kell, hogy legyen. Tehát ez, tudod, olyan, amikor fő a 8 órás húsleves, David még 5 óra, míg hazaérte, otthon vagy a slampos ruhádban, és akkor elindul a flash dance. Hogy az, van-e ilyen, ez a három dal, amire te beindulsz, és a porszívót is úgy tologatod, mint Freddie Mercury? Nem hallgatok zenét, nem szeretem a pszichés betegséged miatt van, ugye? Igen, nem de tényleg nem bírom tehát a zajokat. Jó, nem, jó, 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 nem kell beszélni róla. Jó lehet nálatok nem, de azért próbálok jó fejanyuka lenni, tehát a gyerekem azért hallgat zenéket, akkor bekapok egy pár nyugtatót előtte. Amúgy, hogyha közben valamilyen monoton tevékenységet végzel, tehát hogy én például csak futás közben szeretek hangos zenét hallgatni, akkor az a kettő kioltja egymást. Tudod, tehát, hogy erre mikor? Nagyon de jó. Ez amikor vezetek, de amikor ez igaz. Amikor máshol vezetek, van, ordítasz, de megsüketülsz olyan azért, zene. Akkor, nem mindegy, majd elmagyarázom, miért van ez jó. Nem, akkor nem kell, de ez hanem így van. Amikor egy ilyen monoton tevékenységet végzel, az agyadnak egy másik féltekét használod, és mi már diagnosztizáltam a Beát, hasonló dolgokkal küzdünk, úgyhogy súlyos bajom van. 40 éves korodra... Bajom van, hogy én is szeretek zenét hallgatni a kocsiban? Nem, normális amúgy, csak hogyha zavarnak az ajok. Jó, mondjuk csak Bocskort és Abaházit. De aggódj, te egész normálisnak tűnsz. Mielőtt elfogadta a csekket. Nézzük meg, hogy kiktől kell megszabadulnotok 40 éves korotokig, jó? Megvan, nekem ne is van. Nekem már biztos vagyok benne, hogy megvan. Akitől megszabadultál? Senki nincs körülött. De ez egyébként tőletek is kérdez, a menthetetlen exettől, aki folyton felbukkan és könyörög megmentésért. Nekem ilyen nincsen, Istenem. A jó szándékú nénitől, tudjátok, ez egy családtag vagy szomszéd, aki mindenbe beleüti az orrát. Ilyen nem volt? Nincs? Ilyen rég megszabad. Én okay. Ezek nagyon erősen. Mehetünk tovább. A lehúzó barátok, tudjátok, az a típus, aki mindig panaszkodik, akinek mindig félig üres a pohár, soha nem látja az élet derűs oldalát, aki lehúz téged. Nincs? 25 éves koromban volt talán utolj. Lehet, hogy mi már 40 évesek vagyunk, már 20 éve. Hát ezért kérdeztem, hogy hányszor ünnepeltétek. Igen. De ilyen biztos van. A baráttól meg kell szabadulni, akinek mindenre az alkohol a megoldás. Ilyes. Hát miért kell megszabadulni? Hát tudod, aki bánatában... Két heti rendszerességgel fel kell hívni, tehát... Na, most a tárgyakban nem megyünk bele, mert még a Markról szeretnék veletek beszélni. Mark, figyelj! Illetve veled is, nyilvánvalóan. Mark ugye ez igazi világutazó, tele van kalandokkal, járt mindenhol, és most az egyik utazása során képzeljétek el, hogy nagy bálványával futott össze Rómában. Alessandro Michele. A Gucci volt kreatív igazgatója, igen. És Mark egy téren, galambok, Róma. Piazza Navona, így van. És erről be is számolt a Mark az Instáján, azt írta, hogy csillagszórók, hatalmas élményben volt ma részem, megyek gyanútlanul a Piazza Navona kövezetén, emésztem Rómát, és hirtelen ott áll előttem. Ráköszöntem, megállítottam, elmondtam neki, hogy mennyire sajnálom, hogy kirúgták a Gucci-tól. Tényleg? Hát mit mondtam volna? Nem tudom. És azt is, hogy engem pont ugyanazon a napon rúgtak ki az RTL reggeliből, mint őt. Ezen jót nevetett, és azt mondta, hogy semmi nem tart örökké. Igen. Nagyon jól esett, hogy találkoztam vele, mert nagyra tartom, és nevesettek ki, de biztos voltam benne, hogy egyszer beszélek majd vele, és ma egyszer csak megtörtént. Na! Pont így volt. Már mesélj már arról, milyen az, amikor egy ilyen galambos olasz téren két trikolorral rendelkező nemzet divatfia összetalálkozik. Hát óriási véletlen volt, tehát hogy volt benne sorsszerűség, mert ugye én azért mentem Olaszországba, hogy a Szerbantal Utas és Holdvilág című könyvének a helyszíneit bejárjam Umbriában, ami aztán Rómában végződik, és gondolkodtam pont aznap, mert írtam egyébként, mert írom a regényemet, és írtam délelőtt, egész délelőtt, és mondom, elmegyek a Magyar Kultúrintézetbe, a Collegium Hungaricumban, ami a Via Giulián van, mert hogy ott történik még egy jelenet a könyvből. És elmentem, fölmentem a lodzsája, van egy ilyen tetőterasz, a Borromini lodzsája, körülnéztem a
színpadon voltam már 11 évvel ezelőtt, és föl akartam venni, és ahogy jöttem vissza, tehát tök ilyen véletlenszerű volt, hogy mikor hagyom az írást, hogy megyek, elmegyek-e, nem megyek, és jöttem vissza, és azt láttam, hogy ott áll ezen a téren, például beszélgetett valakivel, és mondom, ez nem lehet, tehát ez ismerős nekem ez a csávó. Csak nem miért alszik, miközben hihetetlen. Áll? Mondom, miért alszik, miközben ott áll a téren? És mondom, én megszólítom, mert mondom... Ez... Mit csinál? Itt lakik? Csak sétál? Rómában lakik, persze. Mit csinál? Hát ott beszélgetett valakivel, egy ismerősével. Oda mentem, és megkocogtattam a hátát, és mondtam, hogy mi kell. Igen. És akkor örült, és mondtad te magadról, hogy te is divat. Igen, én mondtam, hogy Budapestről jöttem, én is ezzel fogom, és ezt mondtam rögtön, hogy mennyire sajnálom, hogy kirúgtak téged a Gucci-tól. Igen. Ezt úgy nyilván már nagyjából próbáltam megemészteni ezt a dolgot, és akkor úgy már ki is józanodott a bánatából, és egyszer csak azt mondom. De egyébként miért nem kellett volna ezt mondanom, szerinted? Én nem tudom. Mit szólt ő ahhoz, hogy téged kirúgtak az RTL-ből? Hát mondta, hogy hát tudom, hallottam. Nem volt egy szép dolog, nem ahogy volt. Csinálták, na mindegy. Nem mondjuk én érthető. Igen. Akkor hadd mutassak még egy videót, képzeljétek el. Nem tudom, hogy nem ezért rúgták ki Alessandro Michelét, mert múltkor beszéltük a Ferrariról, hogy a Ferrari például azonnal jogi fenyegetéssel illet, hogyha az ő márkáját, hogyha Ferrari tulajdonos vagy, olyan helyzetbe hozod, ami nem méltó a márkához. És most csak ezért gondolom, nézzétek meg ezt a videót, Márk megérkezett Erdélybe. Székelyudvarhelyre. A felhasználókat, tehát ha én veszek egy Ferrarit, és ő úgy érzi, hogy én méltatlan helyzetbe hozom a kocsiját. Igen. Igen. A felhasználó? Igen, a felhasználó. Ezt múltkor volt adásban, most nem akarom újra megbeszélni, ez így de van. De amikor megveszed az autót, alá kell írnod valamit? Alá kell írnod, így van. Tehát akkor a valamelyik körforgalomba driftelek tetőre rakom azt, hogy értékelik? Hát, ha kirakod a YouTube-ra, akkor jönnek a ügyvédek. Most te viccelsz? Nem viccelek, de most ne erről beszélünk, mert ezt megbeszéltük múltkor. De én erről akarok beszélni. Megmutathatjuk Márkot, hogy Ferrari helyett hogy bánik a Gucci-val? Igen, de utána visszatérhetünk. Vissza, igen. Nézzétek meg. Csillagszorok, nem hiszitek el, hogy mekkora óriási buliba keveredtem Székely udvar helyett, illetve mellettem Máré falván, ahol a fantasztikus Róza mama megmutatta nekem, hogy 50 éve minden héten milyen elegáns mozdulatokkal dagasztja be, és süti meg az igazi pityókás székely kenyeret. Segítettem neki, csináltunk kenyérlepényt, amit gondosan megkentünk édes túróval, majd amikor kijött a kemencéből, még egy kis olvasztott vajjal is. Gondolhatjátok, hogy ezen a napon igazi cheat day csináltam, nem vettem figyelembe a szénhidrátmentes diétámat, ittam egy kis szilvapálinkát, és illetve utána nekiálltam, hogy a full Gucci szettemben üssen verjem a kenyér megközben kérgét, amit a székelyek levernek róla, illetve meg is vakargattam ott, ahol nem viszketett. Aztán pedig ittunk még egy kis pálinkát, ettünk egy kis áfonyabefőtet, és egy fantasztikus élménnyel zárult az erdélyi kirándulásom. Hát ahogy kell! Gyerekek! Talpi Gucciban! De mi ezzel a baj? Az a kérdésem inkább sem, mint hogy baj, hogy az ember nem úgy öltözködik, hogy tudja, hogy hova megy, és akkor adekvát módon próbál ott megjelent. Én levegyek Tiszacsegére, a csárdába, akkor én egy ilyen egyszerű edzőcipőben vagyok, egy melegítő felső, stb. Mert ott nem, tehát nem Árvániban vagyok. Oké, és akkor ma mi a... Ma miért nem öltöztél fel? Rendesen. Nem, megmondom, hogy mi van. Ez úgy van, hogy engem oda meghívtak Székelyudvarhelyre egy nőnapi konferenciára, és mielőtt elmentünk Róza mamához, azelőtt én ott valamilyen kongresszusi cent, vagy ilyen, nem tudom, ilyen konferencia központban előadtam 120 székely hölgynek, divatról, stílusról, stb. És ugye ebben a ruhában voltam. Majd az én drága vendéglős barátom, akinél voltam, azt mondta, hogy figyelj, van egy szuper jó 75 éves néni, aki minden héten a saját kemencébe süti a pityókás, menjünk, nézzük meg, és nem mentem haza átöltözni, hanem azt mondtam, hogy menjünk, persze, és ő főzött ott, ugyanazt tettük, amit a családja evett, salátalevest, meg jutúros puliszkát, meg ilyen isteni kajakat, és közben csináltuk a kenyeret, én meg mentem, és azt mondtam, hogy Gucci ide, Gucci oda, nekem nem esik le a karikagyűrű az ujjamról, hanem ha kell dagasztani, akkor én Gucciban is dagasztok. Óriási vagy. Menj. Igen. Hajó. Hát köszönjük szépen ezt a bemutatót, nem sokára jövünk vissza. És a zsándárkunkkal fogunk egy picit. Ezt akartam mondani, és ezt volt, hogy tényleg a zsándár. Ugye? Tehát, én is ezt már. Még a haja is rövid.
Mert hogy ugye ő nemrég a Woman of the Year Glamour gálán volt díjátadó. Díjátadó, igen, tehát nem, igen, díjátadó. Nem műsorvezető, voltam, díjátadó, nem műsorvezető, és aztán ami Csillánk egyébként teljes joggal felháborodott azon, hogy miközben a színpadon zajlott a díjátadás, gyakorlatilag az összes meghívott többnyire hölgy egyáltalán nem törődött azzal, hogy... Nagyon sok pasi is van ott. Pasi is volt? Nem törődött azzal, hogy mi történik a színpadon, hátat fordítottak, szelfiztek, stb. És az egész eseményhez méltatlan volt ez a dolog. Elmondjuk, hogy Csilla mit írt erre, elmondjuk, hogy mások mit gondoltak erről, és megbeszéljük, hogy te mit éreztél a színpadon. Jó? Jövünk vissza egy pár perc múlva a reklámtán. Alig várom, hogy folytassuk ezt a történetet. Itt van velünk Tatár Csilla, Hargitai Bea, Szécsi Zoli és Lapatos Márk. Szóval, ami drága Csillánk, mindig ott van a barikádokon. Én ezt bírom benned, egy ilyen cuki csaj vagy és kemény vagy, én ezt nagyon szeretem. Egyébként az a baj, hogy olyan kevesen vagyunk, akik hallatják a hangjukat, vagy egyáltalán így elmondják a véleményüket, bármilyen témával is kapcsolatban, hogy egy idő után az van, hogy már megint mi baja van ennek, hogy már mindig ő szól. Hát persze, én is ezen gondolkozom. Nekem is ellen ezt mondják. De közben mindig... Mert hogy senki más nincsen, és sok esetben egyébként tényleg visszafogom magamat, mert tudnék ezerszer, tehát sok olyan helyzet van, de nem. De pont amiatt, hogy ne az legyen, hogy aztán már senki nem is figyel oda, ja, mert már megint ő mondott valamit, már megint. Itt lement a roló, tehát hogy ez egy lement olyan... a roló a Csillánál. Nagyon pipa voltam, amikor kijöttem. És na, hadd mondjam el, hogy ugye volt ez a Glamour Woman vagy Women? Women of the Year. Szóval itt díjazzák a különböző kategóriákban a hölgyeket, ugye év sportolója, színésznője, énekesnője, vállalkozója, közösségi médiasztárja, stb. És ahogy ez lenni szokott, ugye ilyenkor különböző outfitekben megjelennek a gyönyörű nők, felvonulnak, szocializálódnak, és aztán kezdődik a díjátadó. És a díjátadó az ugye arra való, hogy átadják a díjat. És akkor arra kell figyelni, mert ugye díjazzuk azokat, akik megjelentek. És ami Csillánk díjátadó volt, és a gála után aztán egy Insta sztoriban a következőt rakta ki. Azt mondja, üzenem mindenkinek, aki a díjátadó alatt háttal állt a színpadnak, csivitelt, röhögött, magát fotózta, semmit mondó gifeket készített a barinőivel, és szart arra, hogy a műsorvezető, a díjazottak, a főszerkesztő éppen beszél. Walk of shame, they are stupid. Aztán folytatta, teljesen nyilvánvaló, hogy nem azért jöttek, hogy ünnepeljék mások munkáját, szorgalmát, tehetségeit, nem azért jöttek, hogy büszkék lehessenek, részesei legyenek sikeres nők történeteinek, hanem azért, hogy a tökéletes ruhafotó elkészülhessen a fotófal előtt, amire aztán rá lehet majd tenni a Woman Power hashtaget, mert az mennyire menő már. A szellemi restség magas iskolája. Ilyenkor nem miért nem tapsol? Mágjára! Mágjára! Mágjára, igen. Gyönyörű, gyönyörű. Na, mit láttál, Csillám? Te ott álltál, a színpadon, te ugye szemben a közönséggel, eljött a pillanat, hogy átadjál díjat, majd azt is mondod, hogy kinek, és milyenkor, és mit láttál, ami kiverte a biztosítékot? Azt történt, hogy ugye a színpadon elkezdődött a díjátadó gála. Ott a kiadónak a vezérigazgató helyettese beszédet mondott, aki egyébként egy nagyhangú, mélyhangú pasi, senki nem figyelt rá. A főszerkesztő beszédet mondott. Te közben mondott, hol voltál? Az első sorban ültem, mert hogy díjátadóként ott ültünk a díjazottakkal. Ez egy ültetett rendezvény egyébként? Egyébként nem volt ültetett a rendezvény. Tehát hogy az eleje volt egy része, ahol lehetett volna ülni, de egyébként nem volt ültetett, nyilván ezen is lehet aztán lamentálni. Ha le kellett volna ülnie, és kameráztak volna, mint ahogy a Oscar gálán, akkor sokkal kevésbé mernének ilyet csinálni az emberek. De hogy közben meg nem az van, hogy automatikusan, ha valaki elkezd beszélni a színpadon, akkor még ha nem is érdekel, megadod neki a tiszteletet, hogy húsba maradsz legalább addig. És amikor szól is, tehát hogy az egészben az volt a rendkívül kellemetlen, egyébként a Kisrami volt a műsorvezető, hogy ő szóvá tette többször ezt a színpadon, hogy figyeljenek. Voltak hatásszünetek, amikor próbált nem megszólalni két percig, hát ha észreveszik magukat, megkérdezte, hogy hajlotok, hogy elkezdődött, semmi reakció, ment továbbra is ez a csivitelés, ez az ordibálás, és az egészben az volt a felháborító, tudod, hogy az egész rendezvénynek a szellemiségével ment szembe az, ami ott történt. Tehát miért volt ez a rendezvény? Azért, hogy sikeres nőket a nők elismerjék, felemeljék, kihangosítsák, erre a nők háttal álltak, és tojtak rá. Hát nem kell ilyen rendezvényre mindenkit meghívni. Bár Zolita azt mondottál, hogy le kell kötni a figyelmet a... Én pontos voltam az év borász a díját, a figula Misi,
Mihály, beszélt szerintem egy ilyen 5-10 percet, és annyira jó volt, hogy senki meg nem szólalt. Utána jöttek már egy de picit jó, ilyen... De ilyen... ne haragudj, hogy a szabadba vágok. Tehát a Kovács Patricia volt az egyik díjazott. Jó beszédek voltak a színpadon, tehát érdemes is lett volna odafigyelni. De, nem, de, de hogyha olyan embereket kell, meghívjál egy ilyen rendezvényre, mert azt gondolod, hogy az ő lájkjaik, meg az ő ismertségük megadja azt a fajta PR értékét a rendezvényednek, mint mondjuk egy Met Gálán, ahol nem tudom én hány százmillió dollárnyi kattintás, meg láthatóság van azért, mert az XYZ ott van és posztol, hogyha neked ez fontos, és meg kell hívjál olyan embereket is, akiket soha életedben nem hívnál meg az eszük miatt, a kultúrájuk miatt, és bármi más miatt, csak azért, mert több százezres követőtáborral rendelkeznek, és a ruhájukat fotózzák, és pálinkáznak, és nem tudom, mit csinálnak, akkor sajnos ez benne van a pakliban, akkor úgy kell megszervezed az eseményt, hogy leülteted a seggér, és azt mondod, hogy megszólalsz, rádrugok kettőt, ahogy a Cilla mondaná, vagy akármiért, tehát, hogy akkor ki kell találni azt a rendszert, amiben ők ott ülnek, mint az Oscar gálán, és figyelnek. Jó, de én azt gondolom, hogy azért ne hibáztassuk a kultúrlényeket a barmok miatt. Tehát, hogy ne ők legyenek már a hibásak. Én azt gondolom, hogy a Csilla, nem, amit mond, hogy elvár egy tiszteletet, tehát ez nem feltétlenül csak a rendezvény szervezőnek a felelősség, hogy ültetve, állva, jó-e a hangosító berendezés, jó-e a fények, hanem egyszerűen megtiszteljük, tudjuk, látjuk, hogy díjátadás zajlik, akkor kusban maradok, de és oda nézek, de nem? De szerintem ez már nem elvárható a 21. században, tehát ahhoz képest, hogy milyen influencerek vannak, és azok milyen módon viselkednek, és léteznek minden nap. Kik voltak a legbukóban? Ez nyílt rendezvény volt, vagy meghívásos? Meghívásos alapon hát volt. Akkor... Nekem az volt a nagy tanulsága ennek a sztorinak, hogy én amikor, tehát 9-kor kezdődött a díjátadó, 10-kor volt végén, 10-kor eljöttem, beültem a kocsimba, és kiírtam, tehát hogy annyira pipa voltam. De aztán levetted, a pipa mikor múlt el? Nem múlt el a pipa, hanem egyrésztről elindított ez egy olyan dolgot, amit nem szerettem volna, hogy elindítson. Én nem tudtam, hogy előtte a Kajdi Cilla erről sztorizott, hogy ezen a rendezvényen majd ez lesz, mert hogy ő már tovább volt korábban, és korábban is ebből volt probléma. Mert ő mindenről úgy sztorizik, hogy a lehető legrosszabbul, nem? Az én szempontomból csak azért volt rossz, mert ennek ugye így megágyazott ez az egész, de én nem tudtam, hogy ő ezt kitette. Plusz utána ott a szegény Szabó Zsófi volt, akiről pont volt egy ilyen, pont kitett egy ilyen hasonló instasztorit, mint és amiről én írtam. Azt, én külföldön voltam, és azt olvastam, hogy Szabó Zsófi pálinkázott, és nem figyelt oda. Igen, és az egészet ráhúzták egy emberre, pedig azt sem tudtam, hogy ott a Zsófi, nem is találkoztam vele, nem is láttam az instasztoriát, és egyébként írtam is neki utána, és ez egy óriási tanúság volt számomra, hogy írtam valamit, felszólaltam valami ellen mellett, amiről azt gondolom, hogy egyszerűen kijött belőlem, megfulladok, ha nem mondom el, másrészt meg beszéljünk már róla, mert nem lehet, hogy erről ne beszéljünk, hogy viselkedni tudni kell még egy ilyen gálán is, de hogy egyszerűen a tömeg alig várja, hogy valakin elverje a dühét. És az most abban az esetben a Zsófi volt, és elindítottam én valamit valaki ellen, amit nem akartam, tehát direkt nem személyesítettem meg, én se tudnám megmondani, hát morajlott az egész ház, fogalmam sem volt, hogy kik azok, láttam persze, hogy háttal állnak, de nem tudnám mindegyiket beazonosítani, de egy olyan embert hoztam ezzel rendkívül kellemetlen helyzetbe, akit nem volt szándékom. Egyébként melléd állt ugye Lilu, ő azt mondja, számít, vagy esetleg meglepő volt, nem. Hiszen ők azért jöttek, mert már kevés esemény van, ahová ezeket a ruhákat felvehetik, és megmutathatják magukat, és elég sokan le is fotózzák. Akkor Kembe Szorel... Na, ő mondta a legnagyobb baromságot. Ő üzent, aztán ő videó... Konkrétan a legnagyobb baromságot. De ezt meg tudjuk nézni, nézzük már meg. Mondjad, bocs, Zoli. Csak azt akartam kérdezni, hogy milyen volt a kaja. Na nézzük meg, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban Kembe Szorel mit üzent igazából Csillának. Azt is láttam. Üzent nekem a Kembe Szorel. Tessék, nézd meg. Jézusom. Nemrég tartották meg a hazai szerepvilág óriási díjátadó ünnepségét, ahol egy bizonyos Tatár Csilla vezette a műsor, aki totál kiborult, hogy senki oda nem figyelt a színpadra. Csilla egy pozban természetesen kiakadt és jól beolvasott az egész brigádnak. Csak azt nem értem, hogy miért feltételezte azt, hogy ez egy magas szintű elit esemény, ahol minden vendég elit és tud késsel villával lenni egyedül. Hát Csilla, ezek az események arról szólnak, hogy eljön az ember az ingyen kajára, ingyen piára, kölcsönruhában,
mert ugye szegény divattervezők ilyenkor a szemüket forgatják, amikor egy esemény közeledik, mert minden iszonyat nagy sztár könyörög neki, hogy adjon már egy ruhát, hisz akkor a sztár, hogy nincs sajátja, amiben megjelenne. Szóval Csilla, te is pontosan tudod, hogy miről szólnak ezek az események, ne bukjál ki azon, hogy fel kell a nap reggel, és azért nem figyelnek rád a színpadon, miközben te dolgozol, mert mindenki akkorában van önmagával, hogy leszarja, mit csinálsz a színpadon. Hát csak a ruhákra annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon jó, hogyha nem vásárol csak ezért ruhát fölöslegesen. Ez egy akkora sútyóság, ne haragudjatok meg, amit ez a fiú magyaráz. Tehát, hogy az, hogy neki semmi fogalma nincs arról, hogy egy ilyen rendezvény miről szól, az biztos. Tehát, hogy ezzel a populista baromsággal jönni, hogy az ingyen kajára, ingyen piára, meg a kölcsönruhára, ezek a rendezvények pontosan azért vannak kitalálva, hogy ott az ember például divattervezőknek a ruháit felvegye. Igen. És nem azért, mert nincsen pénze ruhára, meg nincsenek is saját ruha, hanem azért, mert ez egyébként a tervezőknek egy ugyanolyan reklám felület, mint például bárki másnak, erről mint ahogy a Glamour magazinnak. Ez egy reklám felület, hogy ezt a sok barmot oda hívja. Erről is beszéljünk már mindjárt. De most ez az üzenet, amire az előbb rácsodálkozás, ez létezik, tehát, hogy nem tudtál róla, ez szerinted téged támogató, vagy lekezelő volt? Bizonyos Csilla. Hát, bizonyos. Bizonyos Csilla, hogy érzed ez bizonyos Csilla? Ne, most zavarba hozol, nem tudom, mit kéne éreznem ezzel az üzenettel. Lekezelő volt, az volt szerinted? Már döntsük el, érted, ez az volt. Ő ugyanúgy a saját maga nagyságában fürdőzgetett, mielőtt azt megcsinálta, és igazából téged felhasznált erre a posztra. Nekem annyira igaza van, ne haragudjatok. Tényleg erről szólt, elmennek, és nyilván csinosak, és elvárjuk mindenkitől, hogy intelligens is legyen. De hát miért várjuk el attól, aki nem intelligens? De amúgy szerintem a legtöbben tényleg így gondolják, amit a Szorál mondott. De ez egy baromság. Tehát, hogy ebben nem azt kell kihozni, de hogy miért baromság egyébként? Nem mindenki, aki oda megy, de én is úgy gondolom, és vagyis hát úgy néz ki, ez úgy jön le, hogy tényleg a legtöbben azért mennek oda, nem mindenki, de a legtöbben tényleg azért mennek oda az ilyen tiktokkerek, meg mit tudom én, hogy kik vannak, mert hogy csináljanak egy új posztot, ezt gondolom nem, az a neve, hogy díjátadó, és beszél mindenki 25 percet. De a díjátadó, tehát az van, hogy azért azt lássuk már tisztán, hogy ezeket azért csinálják kiadók, újságok, hogy legyen egy olyan PR felülete a magazinnak, amiben évente egyszer egy óriási láthatóságot tud sok ezer emberen keresztül megnyerni. Amit te mondasz, az egy fantasztikus megjelenési lehetőség. Amit tőletek elvártak, az pedig egy profi, színpadi valami tartalom előállítása, ami mondjuk tartott 2 órán keresztül. Egy óra volt egyébként, csak az egész. És véhetően nem kötötte le. Tehát, hogyha mondjuk kevesebb díjazott lenne, rövidebb beszédekkel, közben valami háttérzene, akkor pont ez a probléma nem jön neki, mert lehet, hogy arra 2x5 perce képesek figyelni. Szerintem az a lényeg, amit a bocsi szünetben mondott, hogy a Kardashianéknak miért nem adnak el Ferrari. Tehát itt ez a lényege, hogy gyakorlatilag az influencer társadalom az olyan módon fölhigult, és egy csomó olyan értékelen... Az influencer társadalmat a valós teljesítménnyel bíró sztárokkal nem szabad keverni? Nem az, hogy nem szabad keverni. De én meg azt gondolom, hogy nem szabad keverni. Szerintem biztos, hogy szabad, mert csak az a lényeg, hogy ha valaki művésznőt, egy színésznőt, mondjuk Kovács Patricia, az előemlítetted, egy bármi nemű, de csak influencerkedésből élő influencerre szabad keverni? Miért ne lehetne, hogyha tud viselkedni, akkor ne legyen, ne legyen egy teremben. De miért ne legyen egy teremben? Mert a repülőn is van 2 osztály. De ez micsoda? Micsoda szegregációs fasiszta szöveg, hogyha az a mezei influencer tud viselkedni, és nem tud, hát a Csilla elmondta, hogy nem tud. Na de hát ez az, hogy azt kell kiszűrni, hogy kik nem tudnak, és azokat nem kell meghívni. Hát nekem is itt az emberi tényező volt, meg a primitívség, ami fáj. És csak azt akartam elmondani, hogy 10 évvel ezelőtt voltam, akkor díjat kaptam, 10 évvel ezelőtt voltam utoljára ezen a gálán, tehát a Szorára reagálva, hogy de nem tudtad. Nem ez volt. Tehát 10 évvel ezelőtt nem ez volt. Hát az elmúlt 10 évben fölnőtt egy olyan influencer generáció, akik mellett, hogy azt se tudják, hogy ki ez a Kovács Patricia. És nem is érdekli őket. Valószínűleg igaza van, hogy nem kell keverni a teljesítményt, meg a nem teljesítményt. De ez nem igaz. Mert van egy influencer jelenség.
ez nem igaz. Tehát, hogy a magazinnak az számít, hogy olyan emberek legyenek ott, akiknek nagy az elérésük. Most ez egy olyan pool, amiben egyébként de akkor viszont a díj veszít a jelentőségéből. Jelentős. Akkor veszít, hogyha nem tudnak egy olyan vendéglistát összeállítani, amiben a bunkók nem jönnek el. Tehát erről beszélünk az Olival. A nagymamám szomszédja, a Piri néni is, hát nem volt 8 általánost végzett, de én biztos vagyok benne, a Piri nénit megláttam volna, hogy a színpadon beszélnek, elhallgatott volna. És Piri néni mellett van teljesítmény. Igen, egyébként. Az a másik, és javaslom a Glamour magazinnak, hogy Piri nénit egy év múlva hívják meg a Women of the Year gálára. És Róza mamát, mert ők tudnak viselkedni. Igen. Folytatjuk egy annyira helyes történettel, képzeljétek el, a Redditen névtelenül egy férfi a következő problémáját írta le. A Reddit ugye az, ahol sokan névtelenül kipanaszkodják magukat és várják mások véleményét. Egy olyan történetet, ezt én fogom tudni nektek csak így elmondani, tehát itt arról van szó, nem tudjuk, hogy melyik országban tanult ez a fiú, és azt se tudjuk, mi az anya vagy a haza országa. De a lényeg az, hogy tanult egy országban, és aztán, amikor elvégezte az egyetemet, akkor kapott is munkát, és akkor az anyukája, aki ugye a szülőhazájában él, rákérdezett, hogy mennyit keresel, fiam. És elmondta az összeget, hogy mennyit keres, de abban az országban, ahol ezt keresi, ott ez átlag alattinak számít. Mama viszont beszorozta ugye a saját pénznemüknek megfelelően, és rájött, hogy ez a fia baromi gazdag, iszonyat jól keres. Innentől a család megőrült, és elvárták, hogy fizesse nekik az utazásokat abba az országba, tehát állandóan mentek, ha ott volt a rokonság, akkor az ATM-ből neki kellett kivenni pénzt. Mondták, hogy a barátok is mentek, aztán ő fizette a repülőjegyeket, minden. Jézusom. És gyakorlatilag teljesen megőrült attól, hogy ő ott egy alacsony fizetésűnek számító, a családja mégis ezt elvárja, és kell teljesíteni. És aztán hála a jó égnek jött a pandémia. És nem lehetett utazni. És el is vesztette a munkáját, kényszerűen alapított egy saját vállalkozást, és ebből ez, mint a rakéta kilőtt, és olyan milliómos lett, mint az állat. Abban az országban, de most már a szülőhazájában is nagyon gazdagnak számít, viszont tanult a hibájából, kamuzik a családjának. Nem mondja el, hogy milliómos. És képzeljétek el, hogy a család azért néha kijár, de hát mondja, hogy és az asszisztensével kivette egy ilyen rossz környéken lévő kisebb bebutorozott lakást. Ha jön a család, oda megy velük. Átöltözik. Átöltözik, így van, régi cuccokkal be van úgy rendezve, minden. Tömegközlekedik, ha a család taxizni akar, azt maguknak kell fizetni. És néha elmennek a gazdag környékre, ahol ilyen penthouse-os óriás felhőkarcolók vannak, és hogy együtt álmodozik a családdal, hogy de jó lenne egyszer itt lakni, pedig neki ott van egy lakása. Néha eltűnik 10 percre. És a lényeg az, hogy úgy fejezi be ezt az egész sztorit, hogy ezeket a sorokat a nappalim padlóján írom, mert kénytelen vagyok ott aludni, hiszen megjött a család. Tehát szóval gyerekek, ez egy ilyen nagyon-nagyon helyes történet, nyilván sokan véleményezik ezt, hogy jól teszed, fiam, rosszul teszed, fiam. És most azért arra vagyok kíváncsi, hogy mindannyian vittétek valamire. Van-e olyan családbarát, te ugye médiában, sport, divat, De imádlak. Szóval, van-e olyan család, vagy barát, vagy valaki, akik szerintetek nem tudják pontosan belőni azt, hogy milyen anyagi helyzetben vagytok? Hogy általában fölé kalibrálnak. Van-e ilyen? Jaj! Tehát, hogy van-e olyan, hogy barátok többet képzelnek arról, mint amilyen anyagi helyzetben vagytok, vagy nagyjából mindenki be tudja lőni. Hát a barátok nem. Ez nagyon jó filmötlet, tehát ez tökéletes volt. Jó filmötlet? De én nem látom ezt a saját életemben, hogy bárki túllőne, alulőne. Mert például közönség, tehát mi például tapasztaljuk, hogy közönség mindig többet kell. Mindig többet, igen, sejt, mint amink valójában van. Igen. Meg a Risztovéva, tehát ez a... Igen, de most akár az én példámat, hogyha nézed, az, hogy most van ennyi meg ennyi föld, az nem likvid pénz. Tehát az nem az van, hogy bemegyek a Gucciba, és akkor szarrá vásároljuk magunkat, hanem ha van, akkor még egy hektár. Most már aranyért adják, de nyilván... Aranyért?
Hát... Ez mire megműveled? Hogy felfigyeltek szóra a mezőgazdaságból. Tehát azért mondom, hogy tőlem nem is várja el senki, vagy tőlünk, hogy akkor most ilyen kötegekkel járkáljunk. Uh-huh. Úgyhogy ez is kényelmes. Nálad simán el tudom képzelni, hogy azért egy szegedi egyszerű lányka vagy, amerikai filmproducerrel élsz az Aranytornyok városában, szeretnének osztozni a szerencsédben, nem? Hozzám beszélt? Mit vittem túlzásba? Én azt gondolom, hogy tényleg én egy falusi lány vagyok, én nagyon büszke vagyok, ahonnan jöttem, én ahonnan jövök, és a családom is egy ilyen... Ilyen beállítottságú, tehát nálunk ez egyáltalán nem fordul így elő egyrészt, másrészt nekem nem producer a férjem. Várjál, mondott te, vagy hivatkoznak rá? Tudom én. Hát jó, ha így tudják most, de mi nem... Más tudnak? Más tudnak, de mi nem úgy élünk. Drágám, azért látjuk, hogy megjelensz, tehát mindig valami csillog. Tehát valószínűleg nem operatőr, ugye? Mindig. Nem operatőr, nem. De figyelj, jól élünk, de most én nem tudom, rám nézel, nem azt látod, hogy én egy... Azt látod, hogy mit lát? Azt látod, hogy én egy... Nem, te egy finom nő vagy. Igen. De nem mondjátok már azt, én nem úgy nézek ki, mint ez az ilyen amerikai gazdag úgy nézek ki. Te most látsz engem először, nem? Hát abszolút úgy nézel ki. Nem úgy nézek ki, normális. Nem, és egyébként ez egy általában, és tényleg ez klisé, de így van, hogy és most nem rád gondolok, Márk, mert neked ez önkifejezés, tehát egy nagyon fontos eszköz, hogy hogyan öltözködsz, de hogy kontrasztban... Még úgy csargok, tudod, kölcsönruhákért. Az meg a másik, hogy lehet. De hogy kontrasztban állítva azzal, akinek tényleg mindenén lóg valamilyen logó, és még a logó is logós, és akkor még magára is van tetoválva. Nem erre a teljesítményre gondoltam, hanem arra, amikor csak maga, tehát hogy ahhoz, hogy fontos legyél, kellenek a logók. Azok mögött nincs valós olyan anyagi háttér, viszont azokról gondolják azt, hogy fú, azok biztos nagyon gazdagok. De akiknek egyébként valójában van pénzük, igen, meg jól élnek, azoknak csak valóban erre. Ez most egy nagy topik ebben a tévésorozat miatt, ahol most nem is tudom, mi volt a cím, ahol most bejött egy ilyen epizód, hogy akkor mi az igazi luxus, és mi a nem igazi luxus, és hogyan dugják, és ez is egy nagy közhely. Nem eldugják, csak szerintem nem az van már a fókuszban onnantól kezdve. Nem, vagy nem tudom, hogy meglátod, van neki szerintem kettő farmerja. Hát nincs pénze már. Nem, mert megvette neked az összes műtőt. De tényleg, tehát egy egyszerű pólóban jár, tehát nem mondod, ránk nézel, nem mondod azt meg, nem, mi nem hivalkodunk ezzel, azt gondolom, tehát hogy így nem mondod meg, egyáltalán nem mondod De, meg. De Márk, te például foglalkozol emberekkel, akik divattanácsot kérnek tőle, stb. Te hogy látod, hogy általában az emberek túllőnek azon, mint amiük van külsőségekben, vagy alul lőnek? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ráadásul ugye pont az öltözködésben nagyon sokszor létezik az a szabály, hogy és a Nárai Tamástól kezdve a Coco Chanelig, ugye két nagy szaktekintély a témában, mindenki azt mondja, hogy egy picit mindig öltöz fölé annak, mint amilyen helyzetben vagy, mert az inspirál, tehát fölé, az ambicionál. Aha. Ugye a Nárai mindig azt mondja, hogy legyél inkább mindig egy kicsit túlöltözött egy társaságban, mint alulöltözött, hogy nagy a szegény rokonnak gondoljanak, tehát hogy azért az öltözködésünk, mivel ez egy kommunikáció, igenis az fontos. Tehát mindig lőjünk egy picit fölé, ez a tanács. Igen, mert az mindig húz egyébként, és egyébként ahogy a ruhánk hat a lelkivilágunkra, meg a hangulatunkra, meg mindenre, hogyha egy picit, és ez most nem csak anyagilag értem, hanem ünnepélyességben, vagy igényességben, hogyha egy picit emeljük magunkat a ruhánkkal, akkor igenis a lelkünkkel is, meg a pszichénkkel is megyünk a felé. Nagyon érdekes, én pont a férfiaknál látom azt, hogy minél több van valakinek, és már úgy, tehát a tényleges teljesítménnyel kereste meg, nem az, hogy jókor volt jó helyen, hanem szépen fölépítette, annál kevésbé akarja mutatni. Van egy szint, hogy tényleg jó minőségű, jó márka, amit szeretek, és a fölé jó kocsin esetleg láthatod, órán esetleg láthatod, de azon kívül a ruházaton most, hogy kis paci van, vagy kiskutya, vagy bármi más, az
nem érdekli, amelyiket ő szereti. Igen, csak erre mondom, hogy ő valószínűleg nem, neki nem ez a munkája. Tehát nem az a munkája, hogy például az életstílussal összefüggő dolgokat mutasson vizuális felületeken, hiszen az Instagram és egy csomó ilyen dolog, az pont arra, hogy képekben, videókban mutatsz meg dolgokat. De ez egy másik világ, de én most itt személyes kapcsolatokra, családokra, barátokra gondolok. Tehát például mit tudom én, ha én ugye bejelentkezem hozzád Prágába, és egyszer már tettem ilyet, és akkor nemhogy igent nem mondtál, de még nemet sem, tehát ez volt a legsértőbb. Bár mondtad, hogy van vendégszobád, de én például azt gondolom, hogy veled azért én azt elvárnám, ha első este ott vagyok, hogy várjál, néztem prágai éttermet, hogy meghívjál a La Degustation Bohém Bourgeoisba, legalább, vagy a Lekhlávába. Hova? Szóval azt is elvárnám, hogy ezeket ismert. Mi? Nem ismerem. A Legustációnt igen, de mi a másik? Ez franciálul nem érted, ez nem a csehül. A Legustáción azt vágom. Bohém Bourgeoise, vagy a Lekhlává. Ezek nagy éttermek Prágában. De nem jól olvasod valószínű, add ide, majd én elolvasom. Nem jól lejtett. Szemüleget nem hozzuk. Oh, Lekhlává. Nem hlava, az hlava. De ez kenyér, nem? Nem, az a hleba. A leka... Jézus Mária. A leka az könnyű, a hlava az a fej. Könnyű fej, tehát talán. Tehát a könnyű fejbe meghívnál vacsizni? Életemben nem hallottam róla, és biztos lehetsz benne, hogy nem. Igen. Bocs, akkor megyünk a duflekúba megint. Az duflekúba, így van, az a hely. Abszolút. Maximum egyébként... kiolvasztok egy kis levest. Az két nap. Visszatérve a fiúnak az arányaira, hogy a szülőhazájában és abban az országban, hogy például amit itt Prágában ugye a David ilyen cseh koronában összeszed, és úgy ottani gyémán gurigatásra az elég, az Beverly Hillsben elég lenne? Ott tudnátok... Hát most, ez most nagyon személyes, de hát hagyjál engem békén. Jól élünk. Ez szerint igen volt egyébként, bocsi, csak hogy értelmezgettem. Jól élünk, nem panaszkodom, nagyon csodálatos életem van, és nagyon hálás vagyok érte, és csodálatos férjem van, és családom, és Jó, most túlzásban is érzed. Jó. Ja, akkor fordítsuk meg a helyzetet. Tegyük fel, bármelyik, gondoljatok bárkire, rokonotok, vagy nagyon közeli barátotok, kilő, mint a rakéta. Iszonyat gazdag lesz. Igen. A válaszod igen? És mondjuk a Bahamákon kaszinó tulajdonos. Akkor te, eltelik mondjuk 2 hónap, miután ezt megtudtad, te megpróbálsz-e újra közeledni hozzá? Rég nem hallottál róla. Én eleve rossz vagyok bármilyen közeledésben, úgyhogy legyen bármilyen pénzem. Bíznád-e a férjedre, hogy ezt akkor tegyem? Na hát ő a Pepi, ugyanez, mint ebben. Mi nem vagyunk ezek a... Én közeledés nélkül kérnék egy kedvezményes szobát, és kész. Jó, ő kaszinó. Ha ő akar közeledni, majd ott közeledhet, én most egyelőre csak a szobát. De nem mondasz ilyet, hogy amúgy is akartunk augusztusban menni a családdal Bahamákra. Nem. Az, hogy régóta akartunk menni a Bahamákra, voltunk egyébként a Nász úton, de... De hogyha így már dumáltok, cseteltek, stb., Beate megsértődsz, ha nem hív meg? Nem, és nekünk vannak ilyen, vagy házunk barátok. Házunk a Bahamákon, barátunk, aki kaszinó tulajdonos, és Beverly Hillsben is. Vagy barátunk, vagy szóval van ilyen a családban, és soha nem, tehát soha, sőt, van ilyen, ha megkértem, hogy hozzanak nekem valamit, most apróságról volt, szóval egy 10 dolláros dologról, de abban legyél biztos, hogy én azt odaadom, azt a pénzt, tehát én azt nem várom el, hogy azt nekem, azt mi mindig megkérdezzük, mivel tartozunk, hova. Tehát ilyen soha nem fordulhat elő, sem nálam amúgy, sem a férjemnél, tehát nálunk ilyen, olyan nincs, hogy én meghivatom magam, hogy elmegyek, biztos, hogy meg fogom kérdezni, hogyha nem engedik, az az ő dolga, de olyan nincs, hogy én csak úgy oda megyek valahol, mivel tartozom, mit hozzak, mi kell, én nem kérek csak úgy semmi. Jó, tehát akkor itt látom, egyetértés van mindenkinél. Ha nálatok lódulna meg most nagyon, tehát ahhoz képest, ahol vagytok, de tényleg, mint a rakéta. De jó lenne már. Kik elől titkolnátok el, és kit avatnátok be? De nagyon, tehát ez a... Most ez hogy mondj ki ilyet tévében? Jaj! Csak a
neveket akarunk. Figyelj, mondd azt, hogy az adóhatóság jelölt. Neveket, a NAV elől először is, aztán... De kiver őszinte lenni így négy kamera, vagy öt kamera előtt, utána meg vasárnap az egész ország előtt? Ja, hagyd már ezeket a hülye kérdéseket. Na jó, abba hagyom. Abba hagyom. Nagyon helyes sztorival fogunk beszélgetni. Dwayne Johnson, a Rock, olyan cuki apuka, ezt már többször bebizonyította, érdekes módon mindig felveszi magát videóra valahogy, amikor éppen a legcukibb apuka, de ő ilyen, és mindig ott van a szponzor energiaital, az is oda van rakva, és akkor itt a kamera, és onnan cuki apuka, de az, tényleg az, cuki lányai vannak, és most kitett egy videót, hogy a lányok kipingálják őt. Egyébként pont 10 perccel később lett volna egy Zoom meetingje, és azon nem tudott részt venni, mert nem jött le a fejéről a piros festék. De az egész világ elolvadt attól, hogy ő milyen pasi, vagy milyen apa. És egy picit beszéljünk az apukákról, jó? Egyrészt, hogy milyen apa típusok vannak. Most olvastam, én helikopterszülő vagyok. Helikopterszülő? Elmondod a reklám után, hogy az mit jelent? El. De csak a reklám után. Na, alig várom, hogy megtudjuk, hogy mi az a helikopter apa. Helikopter szülő. Igen, most olvastam egy elemzést, hogy az a szülő, aki mindig ott van, mindig figyel, és hogyha ha kell, és nagyon muszáj, csak akkor avatkozik be, illetve a gyerek is tudja, hogy ha nagyon nagy baj van, akkor őre számíthatok. Na jó, nézzük meg, milyen jármű akkor Rock. Mert nem, én értem ezt, tehát ott van, biztonságot ad, fentről figyel, ha kell, beavatkozik, vagy ugye elvegyül a gyerekek között, és az a metrószülő, vagy nem tudom. Tehát ami ott van a városban, és felbukkanak el, nem? Az az anyuka, aki mindig megjelenik. Igen. Na, beszéljünk egy picit. És rajta keresztül az apaságról, Dwayne Johnsonról, a Rockról, mindenki nagyra tartja őt, ugye? Nem, de tudom. Nem, Hajdú Steve, amikor egyszer itt volt, és ő teljesen kiakadt Rockra, hogy őt színésznek nevezzük. De most nem ez a lényeg, mert nem ebben a kvalitásában szeretnénk őt megnézni. Mindenki csodálja őt, hogy milyen csodás apa. Most éppen azért, mert engedte ezt a videó, mindjárt meg is mutatja, hogy a kislányai rózsaszín rúzzsal kipingálják, dacára annak, hogy 10 perccel később neki volt egy Zoom meetingje. Nézzük meg egy apró kis videó összeállítást Dwayne Johnsonról és a gyerekeiről. I don't need more makeup. Yes, I think I'm good. I really have a feeling I'm good. You don't need blender. What? I don't need blender. Na, meséljetek. Mondod. Jó. Apa megengedte, anya szívinfarktust kapott. Mm-hmm. Apa volt a jó fej, anya takarított utána, anya nem igaz már, anya ne... Szóval, hogy valószínűleg ugyanaz van náluk is, hogy apánál kiengedik a gőzt, anya megtartja a gyeplőt. Na ezt kérdeztem Csillától most a videó alatt, hogy te ilyen jó fejszülő vagy, mert én mindig, amikor ilyet látok, én nekem olyan lelkiismeret furdalásom van, én egy nagyon szigorú szülő vagyok. Téged soha nem kentek még be? Nem, mert én nem vagyok ilyen jó fej. Szülő, a férjem igen, a férjem ő sokkal ilyenesebbak egyébként, szerintem a férfi, de ez így jó. Ti minden pillanatban ott vagytok velük, mi igen. Elmegyünk, nem fát vágni, jövünk vissza. De nem, te nem, csak hogy te milyen vagy. Tehát mennyire vagyok ilyen, tehát nekem egyébként az, tehát a földön autózás, meg ez a babaházazás, meg ezek a dolgok tök őszintén nagyon nehezen mennek. Mi megy egyébként az anyaságból, mesélj már Csillám. De egyébként mindent szerintem így magamhoz mérten, így a legtöbbet próbálom belőle kihozni, és egyébként mikor nem a WC-ben nem, beszélgettünk... Azért, mert ti ilyen keménykegyetlen anyák vagytok, ezért vagyunk mi, tudod, mi van? Ennyire cuki apák? Na most elmondom, mi van, hogy miről beszéltünk
azon túl a beával, igen, abban a 10 percben, 5 perc az titok, a másik 5 percet elmondom, amikor már nem a WC-n voltunk. Na. Hogy az van, hogy a mi generációnknak minden egyes pillanatában benne van az, amikor a gyerekedhez szólsz, amikor a gyerekedet neveled, simogatod, vagy egyszerűen csak rászólsz, hogy úristen, most a következő generációt is tönkretettem, mert ő majd emiatt olyan traumát fog szenvedni, hogy ez majd a gyerekében ezt fogja okozni, és viszi tovább, és nem tudom. És tényleg ebben vagy benne, és azt hiszed, hogy hülyék vagyunk, de nem. És már nem egy ilyen nővel... Ne olvasd mindennek utána. Atya, úristen! Persze elengedem is csinálom, de nem tudod. Hát magadat nem tudod elengedni, drágám. Hát Görcsben vagy most is, ahogy mondod. De tudod, mi a rohadt nehéz. Jó, azért járok én is most pszichológushoz. Hát nem arról kettőt, van szó. Kettőt, egy gyógyszerszerű pszichológushoz jár. Ez oké, okay, csináljátok. Jó, én is járok, és jó anya vagyok. De ezt nem értem. Egyszer megkérdeztem a férjem, baráti társaság, a férjemet, a férfiakat, mert az apák ilyenek, ilyen lazák, és nem. És hogy ti miért vagytok ilyen nyugodtak? Dívid is ilyen? Ilyen. És hogy miért tudjátok ennyire lazán venni ezt, mert hogy tudja, hogy jön így? Az és azt mondja, azért, hát majd te idegeskedsz miatta. Hát majd, és igaza van, és nem, tényleg. De azért is, mert az anyákat, tehát ez az egész internetes kultúra, és ezt jól mondod, tehát van egy olyan elvárás az anyassággal, az anyával, a nem tudom mivel nem szemben. Én azt mondom, hogy az anyák magukat stresszelik. Elmondok egy egyszerű történetet. Fölkeltünk szerda reggel, rendes, normál iskolába indulás. Egy olyan 7 óra 18-kor Zénó benyögi, hogy nem, mégsem ma írjuk a köri témazárót. Anyuka elsápad, berohan, kijön, és tak-tak elkezdi darálni. Igen. Ó, most azonnal írok a tanárnőnek, hogy akkor most mi lesz, mondom, lazulj el. Egyrészt gyerek, ja, megoldja. Hát nem. Kettő. Mondom, mi van, ha lesz egy négyese vagy egy hármasa? De hát, nyugi. Annyi volt, hogy nem vihette be a focis albumot, hanem bekerült már 7.30-7.35-re, mondom, ott van 25 percet tanult meg, írt egy ötöst a gyerek. Mi történt? Az anyuka megtanulta, hogy nincs világvége. Nem tanulta meg, hidd el, hogy nem tanulta. De legalább a gyerek megtanulta, hogy nincs világvége. Nem, ez egy sztori, de az egész napod erről szól. Tehát, hogy mindennél nem tudod azt mondani, hogy ez nem a világvége. De miért kell rettegni? Hát ez az, amit nem tudok, amikor minden reggel ilyen bejön a gyerek hozzánk közé. Ahogy veszélyes is idegbajos lesz a gyerek. Teljesen készen már. Jézusom! Gondoljunk bele, hogy előttetek hány szám 100 000 nő nevelte föl a gyerekét, tükörbe között kitakított. Igen, igen, mert az van már, hogy azokat a hibákat nem akarod elkövetni, amiket úgy veled elkövetett. De úgy neveled, az életet de más próbálod, területen is de igen, de próbálod nem úgy nevelni a gyereket, ahogy szeretted volna, hogy téged neveljenek. De miért gondolod, hogy te leszel pont az első tökéletes anyát? Miért érdekes, hogy én igazából az apákról akartam beszélni. És eszembe jutott az, hogy láttam tegnap Dwayne Johnson-t, hogy a szerkesztőséggel dolgoztunk, majd a szerkesztőség, ugye, aki gyermektelen, tehát ezeket az anyai feszkókat nem ismeri, ő azt mondja, hogy ez apa alázás. És egyből átküldtem neki egy fotót, nézzük meg, hát ez jó pár éve készült, kb. 10. Nincs ezzel semmi baj. És akkor azon gondolkozom, hogy én meglettem alázva? Nem. Én élveztem ezt baromira. Ez, én erre büszke volt. Én gyerekek, én emlékszem egyszer, hogy elmentem tankolni, és majdnem. Elmentem tankolni, és megtankoltam, bementem fizetni, és ahogy fizettem, akkor vettem észre, hogy az összes körön metálkék színű. Megelőzted a divatot. Igen. Ennél férfiasabb dolgot egyébként nem tudok elképzelni. Imádom ezt. Az én férjem is ilyen, nekem is vannak ilyen képek a telefonomban a férjemről egyébként. Balázs is ki van. A Balázsról. Kifestve, kirúzsozva, a sminkészletemmel, most már a két gyerek is. Szóval szerintem... Egyébként mi egy jó apa? És most tényleg az anyai vélemény is érdekel engem, de épp ugye a Zoli, Márké is abszolút, hogy az, aki mondjuk azt, hogy mindent megenged a jobb apa versus autoritás. Tehát, jó, én az autoritár nevelési elvekkel mélyen nem értek egyet, és nagyon távol tartom magamat tőle. Autoritár gondoskodó. Olyan sincs, tehát hogy nekem ez a szó, hogy autoritár, nekem ez egy ilyen red flag, akkor maradjunk innen. Uh-huh. Nekem az semmilyen szempontból, az élet semmilyen területén nem oké. Okay. Én meg úgy gondolom, hogy ezt nem kell túlagyalni. Tehát milyen a jó apa, hogyha ezen
Induljunk ki abból, hogy jó szülők vagyunk. Tehát tegyük ezt föl. Mindenki ezt gondolja magáról. Senki nem gondolja ezt magáról. Én úgy gondolom, hogy pont ezért olvas mindenki utána, kérdez utána, blablabla. Ha abból indulunk ki, hogy jó szülők vagyunk, akkor ott az adott helyzetben lesz valami érzésed. Hogy azt mondod, hogy persze ezt csináld, vagy azt, hogy na ezt nem. Hát de köszi, de amikor nem jön meg, hogy melyik a jó válasz, tehát amikor a gyerek mondjuk a saját kis problémáit elkezdi neked mondani, vagy a kérdését a barátaival kapcsolatban, az iskolai konfliktusaival kapcsolatban, és akarsz neki valami jót mondani, amivel tudod segíteni, azon túl, hogy persze átöleled, meghallgatod, és beszélgettek róla, és nem tudod, hogy mivel tudsz neki segíteni, és már szar az én percig úgy figyelni benneteket, hogy én egy 6 éves gyerek aggyal. És amikor Zoli beszélt, így éreztem magam, és akkor Csilla elkezdett beszélni, így befeszültem. Csilla, ez a kis Gábor, aki belőled szól most. Az, a kis Gábor, pontosan. A kis Gábor, a kis Gábor, de rám ijeszt ezt, anyukám. A Zolinál jól érzem magam. Nem csak az Instagramon. Megyünk állatkertbe mindjárt. Megyünk állatkertbe, köszönöm, apa. Csilla, te mondtad ugye, hogy az autoriter szülő fogalmát azt nagyon-nagyon nem szereted. Mi beleléptünk, vagy beléptünk egy olyan szülőgeneráció, ami ez a haver szülő, bari szülő? Nem, de az nem, a legrosszabb, nem? Az a legrosszabb, igen? Nem ebbe léptünk bele, de tény és való, hogy az, ahogy mi neveljük a gyerekünket, a gyerekeinket, azt szerintem sokkal nehezebb. Tehát a gyereket... most tudom, hogy fog hangzani, de hogy ugyanarra a szintre hozza a szülő, mint amin ő van. Nincs lehet egy ilyen aláfölé rendeltségi viszony, hanem partnerként kezded, de a határokat és a szabályokat betartva, akkor a gyereknek lesznek kérdései, tehát hogy nem az van, hogy eleve elrendeltetett, hogy az van, mert azt mondtam, hanem elérkezik az a kor, amikor megkérdezi, hogy de miért. És ezeket a játszmákat én végig játszom, én végig mondom, hogy de miért, és rendkívül időigényes és rendkívül fárasztó, de nem akarom erővel lenyomni a gyereket. Tehát, az, amikor az van, nekem azt mondták apám még, hogy 8-kor fekvés. Miért? Nem vagyok fáradt, délben ebéd nem vagyok, és azért, mert azt mondtam, tehát azért, mert az én házam az én szabályom, tehát hogy mi ezekben a nevelési, nem tudom, helyzetekben nőttünk föl, ami akkor tök oké volt, de mi már nem így neveljük a gyerekeinket, és amikor én azt mondom az én gyerekemnek, hogy nem tudom, most menjünk fogatmosni, vagy indulás, akkor de megkérdezi, néha hogy... nem bukik ki, én ettől vagyok ki, hogy néha ez kibukik belőlem, ki, és néha mi... az anyát hangján szólsz. Hogy az én házam! Ugyanez, visszakérdez a gyerek, hogy miért csináljam, amikor én nem akarom. Igen, és ki vagyok, és néha előjön, mert rossz napod van, fáradt igen, vagy, mit tudom én. És ezt el kell fogadni nektek. Elfogadom, azt mondom csak, hogy sokkal időigényesebb így nevelni egy gyereket, amikor a fiam azt mondja, hogy my body, my rules, amikor azt mondom neki. Mert hogy ezt látja tőled az Isten. Pontosan. A gyerekek, igen. Nézzük meg, hogy kinél hol a határ. Zoli, tegyük fel... indulsz a Nemzet Aranyai díszbemutatójára, és a Zénó utánad rohan, és azt mondja, és kezében egy ilyen rettenetes Hawaii-ing, zöld pálmás nagylevelek vörös papagájokkal, hogy apa, ezt neked vettem, ezt hord a díszbemutatón. Hál' Istennek, nem az én döntésem, közbelépne az anyja, és mondaná, hogy nem. Tehát ez annyira egyszerű. De azért tudod, hogy tehát ő a gyerek előtt azt mondaná, hogy nem. Apa megy úgy, ahogy izé. Igen? Persze, ne vegyem. Jó, de általában igen. Mondjuk a lányok inkább festenek, öltöztek. De Csillám, te azért egy ilyen határozott, de azért mégiscsak liberális szülőnek tűnsz. Tegyük fel, készülsz a Woman of the Year Glamour gálára. És... Fogalmazod a posztodat. Egy hosszú beszéddel. És soha többet nem megy már a Csillám. Már párfüm is felcsillant a nyakadra. És jön Milán egy ilyen fekete filctoller, és azt mondja, anya, ki tetovállak. Egy filctoller. Az a lemoshatatlan. Az a 3 nap múlva se jön le, és ő akar rajzolni rád még helyes virágokat, meg minden, mert hogy ugye...
nekem ezzel az ég egyet a világon őszintén semmi bajom nem lenne. Ugye volt is, hogy úgy mentem prezentálni cégekhez, hogy még mondjuk rajtam volt a csillámpóni, mert nem mostam le, mert elfelejtettem. Tehát engem ezek annyira nem érdekelnek, meg nem zavarnak. Az arcomra nem, de azért nem érzékeny a bőröm, akármi nem kerülhet rá, mert a végén még nagyon kiütéses lenne, de ezt tudják, ezért festik az apjukat. Bea, tegyük fel, Jason Oviban nagyon szorgalmasan, titokban, heteken át csinálja neked sógyurmából az ékszer kollekciódat, és csinál gyűrűt, karkötőt, ilyen, az ilyen zöld agyag, és csinál még ilyen fülbevalót is, ilyen, ilyen ropikkal tele, és a két süni lóg ott, és azt mondja, hogy anya, ezt kell hordanod most a gálán, a Prágában a... Ott nem, fiam? Arany... Ott nem, itt ez a két gyémánt, ezt legközelebb rak bele, akkor fölveszem. Nem, ilyen volt, csinált nekem két pár fülbevalót, ilyen filc anyagból, meg nem tudom, dekorálta. Amúgy baromi jól néz ki, és hát hordom, hát otthon, vagy... Takarításhoz? Most takarításhoz, vagy... Ezt vedd fel anya most a gálára, akkor azt nem vállalnád. De lehet, hogy vállalnám, de hogyha azt mondaná... A magyar divat szakma mit szólna ahhoz, hogyha mit tudom én, lenne a nemzetaranyai bemutató, és Zoli egy ilyen nagyon-nagyon színes Hawaii-inkben lenne, Csilla a glamour gálán ilyen nagy tetkókkal, a filctollal, ő a sógyurmás izére. Ezek a fotók elkészülnek, és tanácstalan lenne a azt divat? Azt gondolnák, hogy én öltöztettem őket. Nagyon jó volt, köszönöm szépen, örüljön, jó témák voltak, itt voltak ma este Határ Csilla, Hargitai Bea, Szécsi Zoli és Lakatos Már. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, találkozunk egy hét múlva, jó éjszakát, viszontlátásra.